Reggeltől kezdve küzdöttek egymással a csapatok szombaton a 16. Adnió kupán a Köfém sportcsarnokban. 2016 óta már hagyomány, hogy Horváth Péter és barátai évente kétszer foci tornák keretében gyűjtenek egy jó cél érdekében. Az idei évben karácsony előtt Juhász Janka gyógyulásáért küzdöttek a felek. A most 6 esztendős Janka anyukájánál még a várandóság alatt terhességi toxémia lépett fel, így a 25. héten császármetszéses beavatkozást végeztek nála. Janka és testvére Adrián alig több mint fél kilóval extrém koraszülöttként jött világra, később pedig a kislány a koraszülöttségéből adódóan agyvérzést kapott, így rengeteg fejlesztésre van szüksége. Janka kerekesszékes, gyengénlátó és epilepsziás is, ám egy speciális és igen drága robotterápiás kezelés sokat segíthet állapotán. Az Adnió Kupa baráti kör tagjai október óta gyűjtöttek adományokat. Az ügy mellé állt számtalan sportoló és sportegyesület is. Így az idei évben rekordösszeg több mint 3,5 millió forint gyűjt össze Janka gyógyulására. Körülbelül október eleje óta teszünk fel jótékonysági aukciókat, indítunk sportmezeket, teszünk fel. Emellett ugye nevezési díjakból jött össze ez a nálunk rekordösszeg, valamivel több mint 3,5 millió forintot tudunk átutalni a család számlájára, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk. Le a kalappal minden támogatónk, magánszemély, sportolók előtt, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez ilyen sikeresen záruljon a mai napon. A tornán részt vett Janka édesapja is, aki meghatottan nyilatkozott az akcióról, hiszen a Jankának most előírt 70 alkalmas kezelés a karácsony előtt érkező segítségnek köszönhetően kezdetét veheti. Őszintén mondom, nem jutottunk szóhoz, és én álmomban se gondoltam, hogy ennyi segítőkész és hatalmas szívvel álltak mellénk, hogy nem gondoltam, hogy ennyi jó szívű ember van itt a közeli társaságban is szinte, meg hát itt a városban. Janka mellett más rászoruló, nehéz sorsú gyerekeket is segít a baráti kör karácsony előtt. 300 nehéz sorsú gyermek és család kap még az ünnepek előtt tartós élelmiszereket és játékokat.